nyáron is megrendezték az idei múzeumok éjszakáját. Több helyszínen színes érdeklődésre számot tartó programok zajlottak. Dolmány Edina grafikus művész és Miklós Zsolt festőművész alkotásaiból kiállítás nyílt a Művelődési Ház előterében. Közös tárlatuknak a Kis éjjel zene címet adták. A leírásban, hogyha a látogatók eljönnek megnézni, ott olvashatják, hogy ez a Magyar Zeneháza állandó kiállításában szereplő Liszt Ferenc teremben láthatóak ezek az illusztrációk, ahol egy ilyen 9 méter x 6 méteres vásznon egy animáció, vagy folyamatosan loopolt animáció pörög, és ezek a képek, ezek fejezetválasztóként szerepelnek ebben az animációban. Ezért van az például, hogy a cím szerepel a képeken, hiszen az animációnak nincs hangja, tehát hogyha bemegy a látogató megnézni a kiállítást, akkor a Liszt Ferenc életéről különböző relikviákat lát a vásznon. És ezek összefoglalva az életének azt a korszakát egy ilyen asszociációk igazából a Liszt Ferenc életére. A Majoros Galériában az egykori Beatles rajongók nosztalgiázhattak Fehér Attila, Beatles kutató gyűjtő által kiállított régi relikviák láttán. A vizuális élményhez a slágerek sem maradhattak el, minden volt itt, még Sárga tenger alatt járó is, nem csak slágerben. 10 éves korom óta van ez a szenvedély, a Nehéz nap éjszakája film után kapott el ez a vírusnak mondom, és csak még azóta nem tudtak kigyógyítani belőle, tehát 10 éves voltam, amikor elkezdtem megismerni őket, és igyekeztem mindig minél többet megtudni róluk. Akkoriban még kevesebb magyar nyelvű könyv jelent meg, sőt, talán egy a Beatles Biblia Jungvári Tamás írásából, és 1981-ben jelent meg Koltai Gábor könyvvel, John Lennon címmel. Majd később elég sok újság foglalkozott már az együttes történetével, leginkább a Világ ifjúsága és az akkori ifjúsági magazinok, így aztán mindig többet tudtam meg, és lassan sikerült mindig valamit beszereznem. Tehát igazából, ami itt látható, ez most jelenleg 45 év gyűjtő munkája. A Dombóvári Művelődési Ház igazgatója Müller Ádám elmondta, igen komolyan készültek a 2023-as múzeumok éjszakájára is. A kiállításra és egyéb programokra alkalmas helyszíneket mind feltérképezték és kialakították az országos programhoz méltó színvonalas rendezvényt. A kezdetektől fogva bekapcsolódtak az országos kulturális eseménybe. Ez biztos, hogy gyűjteményből indult ki, és talán ami érdekesség, bár biztos más városban is van, hogy nálunk azért sok a helyszín, tehát nálunk 11 helyszín van és 13 pecsételőhely, tehát két helyszín van, ahol pluszban még lehet azon kívül is pecsételni az alaphelyszínen kívül, és hát azért jó, mert ilyenkor csatlakoznak hozzánk olyan kiállítók is egyébként, akiket évközben nem annyira látogatnak, mert mondjuk korlátozott a nyitvatartásuk, és az is egy nagy öröm, hogy közlekedik a városjáró kisvonat 18 órától, így ki lehet menni a helyszínekre. Annak külön örülünk, hogy például külső helyszínként a Tüskei Horgásztóra Madárvártához lehet menni, a gyűrűzési bemutatóban, illetve a tárlatot mutatja be Nagysanyi bácsi, és a Szőlőhegyi Alkotóház, mint Dombóvárhoz tartozó városrész, ott is nagyon érdekes, épp most egy lánc részes szobrásznak van a bemutatója, de hát ezen kívül még látogatható a mozi, ami egyébként évközben nem, látogatható a Rízemlékház, aztán természetesen a helytörténeti gyűjtemény, ott is új kiállítással készültünk. Itt most nemrég nyílt meg Dolmány Edina és Miklós Zsolt kiállítása, de itt van Fehér Attila, aki a Beatles nagy kedvelője, és aki hozzámegy, azt gondolom minden információt megkaphat a Beatlesről. Nyitva van a könyvtár is természetesen, különleges, olyan helytörténeti kiadványokat lehet megtekinteni, amit egyébként az év másik részében nem. Tívik Éva várja a Németházban az érdeklődőket, és remélem, hogy nem hagytam ki senkit.